Szeretettel köszöntelek benneteket az Úr Jézus nevében. Minden alkalom akkor jó, hogyha az Isten közel jön a szívünkhöz, és egy harmónia történik az éneklésben, a beszédben, a proféciában, az imádságban, az Isten és mi közöttünk. És ez a harmónia, amikor létrejön, akkor tulajdonképpen egy olyan mennyei valóság ér el bennünket, hogy az igazi identitásunkban megerősödünk. Mert az igazi identitásunk az nem földi. A mi igazi identitásunk az mennyei. Igazából mi nem azt földről származunk. Az ördög azt akarja elítetni veled, hogy a bűneidhez tartozol, a testedhez tartozol, és a földből származol, és a föld az, ami a te anyád, de a te édesapád az a mennyei édesapa. Aki szellem, és aki az ő szellemét leheltett beléd, hogy életre keltsen, az ő szellemét leheltett beléd, hogy áttöleljen. Nem vagy közömbös számára, és nem akarja, hogy egy páncél legyen rajtad. Nem akarja, hogy el legyél keseredve, és azt gondoljad, hogy nincs tovább, és nincs értelme az életednek, vagy hogy te is csak sok között egy vagy, aki el fogsz pusztulni. Nem akarja, hogy így gondolkozzál, hanem azt akarja, hogy lássad meg, hogy értékes vagy. Hogy olyan értékes vagy, hogy a fiát küldte érted, hogy az életét adja oda a fiú érted, hogy te megmeneküljél. Hogy te szabad legyél, hogy te visszatérjél az igazi otthonodba, ami a mennyei haza. A te igazi otthonod nem a föld, hanem az Istenek az országa. És az Istenek az országa már itt van közöttünk most is. És azt akarja, hogy az Isten országa megérítsen bennünket újra és újra, és hogy elszakadjunk azoktól a nehézségektől, amik gyötörnek bennünket nap mint nap. Minden nap gyötörte Sámsont a Delila, és a végén a gyötréseinek a következménye az volt, hogy levágták a haját, elment az ereje, kiszúrták a szemét, és egy malmot kellett őrölnie. Minden nap gyötör bennünket egy csomó minden azért, hogy tönkre menjünk, de az Isten mellénk áll és azt mondja, hogy én szeretlek téged, gyere ki a gyötrelmeidből. Gyere ki a gyötrő gondolataidból. Amen. Mert azok tönkre tesznek. Megvakítanak. És beállítanak egy olyan malomba, ahol örülnöd kell, és nyomorogsz. Ezért ne engedj a gyötrő gondolatoknak, ne engedj a kárhoztatásnak, ne engedj annak, hogy te értéktelen vagy. Lásd meg újra és újra magadat értékesnek, lásd meg újra és újra magadat Isten gyermekeként, mert Isten szeret téged. Ma is szeret téged, és az ő szeretete nem fogy el. El fog múlni minden, de az isteni szeretet, a soha, de soha el nem múlik. Minden meg fog szűnni, de ez a szeretet nem múlik el. Ez a szeretet visz át téged minden problémádon és az életen. Ez a szeretet vitt át már téged a halálon is. És ez a szeretet az, aki képes újra és újra felemelni, és az Úr itt van, és fel akar téged emelni. Azt akarja, hogy jól érezd magad a bőrödben. Azt akarja, hogy lássad meg, hogy szép a nap, hogy szép ez a tavasz, hogy vannak barátaid, hogy van olyan dolog, aminek ma is örülhetsz, hogy megnyíljon a szemed a háladásra, hogy mennyi mindenem vitt át téged. Hányszor és hányszor mentett meg?
hogy ne csüggedjél, és ne gondold azt, hogy most nem fog átvinni, és nem fog megsegíteni. Meg fog segíteni, át fog vinni az egész életen téged, és igazából azt akarja, hogy bízzál benne, igazán azt akarja, hogy higgyél neki, mert minden be fog teljesedni, amit ő mondott. Amen. Amen. Bocsánat, hogy csak ez egy ilyen profétai szellem szállt rám, és Isten szelleme a profétaság és az orfújás szelleme. Nem kell mindig sírni. Tudjátok, mi az abszurd dilemma? Amikor a zsidónak azt mondják, hogy itt van egy kis ingyen disznóhús. Halleluja. Megintem, bocsánat. Bemegy a diszt. Majd egyen zsidó vicceket tudok, szeretem a zsidó testvéreimet. Igaz, Kemény Gábor, hol vagy testvérem? Itt kéne ülnöd elő. Nem biztos, gyere elő, de magasz elő. Tehát az engedelmesség szellem az hol? Nem maradszom. Na. Igen, ez a... Igen. Vagy is van ez magát pontosan? Nem, de volt, de jobban tudod. Az, hogy bemegy a zsidó üzletbe, és azt mondja, hogy kérek egy halat, egy kiló halat, és mondja, rám mutat a disznósa, de mondja neki, de ez disznó. De nem azt kérdezte, hogy milyen halat, halat kérek. Halat melyik részét? Na, jó van. Testvéreim, úgy szeretném kihirdetni, ezt vegyük is föl, hogy a következő alkalom és az azután alkalom a Győző bácsiáknál lesz, mert ott itt választások lesznek 6-án, és utána pedig valamilyen napok lesznek itt. Nem tudom már, de kétszer egymás után a Győző bácsiáknál vagyunk. Kétszer, jó? A választásokról csak annyit, hogy mindenkit Isten áldjon meg, és adjon bölcsességet, mert nekem nincsen. De azt mondja az írás, azt mondja, hogy akinek nincs, az kérjen, és fog kapni. Na, úgyhogy ezt tudom ajánlani nektek. Ez az összes tanácsom, így a jövő hétvégi választásokra, hogy kérjetek bölcsességet, mert szükségünk van rá, jó? A János evangéliumot olvastam, és olvasom egy kicsit tovább. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az én enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az atya, én is ismerem az atyát, és életemet adom a jókért. Más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akolból valók, azokat is elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akol és egy pásztor. Azért szeret engem az atya, mert én leteszem az életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le, és magamtól. Van hatalmam letenni azt, és van hatalmam ismét felvenni. Ezt a parancsolatot vettem az én atyámtól. Újra hasonlás lőn a zsidók közötte beszéd miatt, és mondák néki sokan, ördög van benne, bolondozik, mit hallgattok rá? Mások meg azt mondják, ez nem ördöngősnek beszédei, vajon ördög megnyithatja-e a vakok szemeit? Lőn pedig Jeruzsálemben a templom szentelés ünnepe, és tél volt, és Jézus a templomban, a Salamon tornácában járt. Körülvevék azért őt a zsidók, és mondának néki, meddig tartasz még bizonytalanságba bennünket? Ha te vagy a Krisztus, mondd meg nékünk nyíltan! Felele nékik Jézus, megmondtam néktek, és nem hiszitek. A cselekedetek, amelyeket én cselekszem, az én atyám nevében, azok tesznek bizonyságot rólam, de ti nem hisztek, mert ti nem az én juhaim közül valók vagytok. Amit megmondtam néktek, az én juhaim hallják az én szómat, és ismerem őket, és követnek engem. És én örök életet adok nékik, és soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadhatja őket az én atyám kezéből, az én atyám, aki adta nékem nagyobb mindennél, és senki nem ragadhatja ki azokat az én atyám kezéből. Én és az atya egy vagyunk. Ismét köveket ragadtak azért a zsidók, hogy megkövezzék őt. Felele nékik Jézus. Sok jó dolog
dolgot mutattam néktek az én atyámtól, azok közül melyik dologért köveztek meg engem? Felelnek néki a zsidók, mondván, jó dologért nem kövezünk meg téged, hanem káromlásért. Tudnélik, hogy te ember létedre Istenné teszed magad. Felelnék Jézus, nincs én megírva a ti törvényetekben, én mondám, Istenek vagytok. Ha azokat isteneknek mondá, akikhez Isten beszéd előn, és az írás fel nem mondható, arról mondjátok-e ti, akik az Atya megszentelt és elküldött a világra? Káromlás szólsz, mivel azt mondtam, az én Isten fia vagyok. Ha az én Atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nékem. Ha pedig azokat cselekszem, ha nékem nem hisztek, és higgyetek a cselekedeteknek, hogy megtudjátok, és elhiggyétek, hogy az Atya én benne van, és én ő benne vagyok. Ismét meg akarák őt fogni, de kiméne ő kezük közül. És újra elméne túl a Jordánon arra a helyre, ahol János először bemerített, és ott maradt. És sokan menének ő hozzá, és mondják, hogy János nem tett ugyan semmi csodát, de mindaz, amit János efelől mondott, igaz. És sokan hívének, ott ő benne. Ezzel van vége a János 10. részének, a János Evangélium 10. részének, az egyik legszebb része a János Evangéliumnak ez a 10. rész, de az egész János Evangélium nagyon szellemi és kimondottan szellemhez szól, és nagyon-nagyon érdekes evangélium. Itt a végéről indulok el, azt mondja, hogy sokan hittek benne, és azt mondja, hogy János nem tett ugyan semmi csodát. És emlékeztek, hogy Jézus mit mondott bemerítő Jánosról? Hogy asszonyok szülötténél nem született nagyobb, mint bemerítő János, vagy keresztelő János. De az Isten országában a legkisebb is nagyobb önállam. Csak úgy egy kicsit akarom mondani, hogy keresztelő János a proféták közül úgy volt a legnagyobb, hogy nem tett semmilyen csodát. És hogy lehetett az, hogy mégis ő volt a legnagyobb? Emberi mércével miért nem Illés volt, vagy Elizeus, vagy a többiek, akik vagy Mózes, aki a Vöröstenget ketté választotta a botjával, vagy olyan jeleket és csodákat tevő proféták, akik elképzelhetetlen nagy dolgokat tettek. Halottakat támasztottak föl, és tényleg megrendítő dolgokat végeztek. Azért, mert keresztelő János, bemerítő János magáról, az igazságról, Jézusról tett bizonyságot, és ő volt az utolsó láncszem, aki felismerte a Mesiást. Nem volt könnyű neki, nem volt könnyű dolga neki, mert az egész közeg ellenséges volt ezzel a kijelentéssel szemben. Ugyanis a szenvedő Mesiást nem várták a zsidók, hanem a győztes Mesiást várták, aki megszabadítja Izraelt az ő ellenségeitől. És mivel látta bemerítő János, hogy nem a győzelmes Mesiás jön, hanem a szenvedő Mesiás kezd kibontakozni, ezért megrendült, a legnagyobb proféta megrendült, a legnagyobb ember, legnagyobb asszonytól született ember megrendült. Ezt csak azért akarom nektek mondani, hogy nehogy azt gondoljátok, hogy baj van, amikor megrendülünk, amikor nehézségbe kerülünk, amikor úgy gondoljuk, hogy nem tudunk tovább menni. Ezt a proféciát itt az elején is azért mondtam, mert valami megvan a szívem telve egy ilyen üzenettel, hogy emberileg nem tudunk tovább menni, emberileg nincs megoldás az életünkre, emberileg falba ütközünk és korlátok közé kerülünk, ahogy bemerítő János is, de az Isten országában viszont tovább lehet lépni. És szeretném, hogyha ez az egész János evangélium tanulmányozása is, és a gondolatok is, ahhoz segítenék hozzá a mi életünket, hogy tovább tudjunk lépni az Isten országába. Az egyik nagyon fontos ige, ami még egyszer újra veszek egy-két etapot, azt mondja, én vagyok az ajtó, és ha valaki én rajtam megy be, megtartatik, és bejár és kiáll, és legelőtt talál. A tolvaj nem azért jött, hogy lopjon, ha ő jön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Tehát azt látni kell, hogy Jézus Krisztus egy jó nyájhoz, egy bárányhoz hasonlítja az ő népét, bennünket. És nem tudom, hogy láttatok-e már bárányokat, ha hozzájuk szóltok, elfutnak.
mert a pásztor szavát ismerik, tehát ez egy nagyon érdekes dolog, de még a kutyád is így van, hogyha szólsz a kutyádnak, akkor csóválja a farkát, és oda jön hozzád. Hogyha egy idegen jön oda, akkor elkezd ugatni, és fölborzolja a szőrét a hátán, és nem tudja, hogy mi van, mert nem ismeri a hangot. Nem ismeri azt az embert, nem tudja, hogy jó vagy rossz ember, hanem egyszerűen gyanakszik, és a bárányok még gyanakvóbbak. A bárány az egy kiszolgáltatott állatfajta, aki nem tud védekezni, nem tud harapni, nem tud karmolni, nem tud, semmit nem tud csinálni a bárány. A bárány az egy abszolút egy olyan aminek nincsen egy olyan, hogy harcoljon, hát mondjuk a kosokat kivéve, aminek van szarva, de az is inkább egymással harcolnak, mint a hívők szoktak, de ezt most hagyjuk. Tehát az egyszerű bárány, ami nem kos, az egyszerűen csak kiszolgáltatva van. Tehát minek van kiszolgáltatva? Annak, hogy megvédjék őket. Nem véletlenül kutyákkal, nagy komondorokkal, stb. Védték a nyájat a farkastól. És éjszakára bezárták különböző karámokba, aklokba, és elzárták őket, és igazából meg kellett védeni a jószágot az ellenségtől. És ez élethalál kérdés volt egy báránynak, hogy hallgatja-e a pásztornak a szavát. Élethalál kérdése volt a báránynak, hogy benne marad-e a nyájba. Nem véletlenül mondja Jézus, amikor elkodolott az a kis bárányka, és elment, és azt mondja, de a pásztor utána megy. Utána megy és a vállára veszi, vagy hát utána megy és a vállára veszi, meg vagyok érintve az Istentől, azért sírok. Utána megy és a vállára veszi, és visszaviszi a nyájba, visszaviszi a biztonságba, ahol ő a pásztor, és ő a nyájnak a védelmezője. Mert egyedül a bárány nincs megvédve a farkastól, nincs megvédve a rókáktól, a kutyáktól, nincs megvédve, nem is tud védekezni, hanem el tudjátok képzelni, egy olyan, mint egy kisgyerek, amikor kimegy az erdőbe, teljesen védtelen, teljesen magányos, és igazából nem az a kérdés, hogy a te hibádból kerültél a védtelen és magányos korszakodban, hanem arról van szó, hogy az Isten utánad megy, és felvesz a vállára, és hazavisz téged. Mert azért jött az Isten fia, hogy életünk legyen, azért jött, hogy bővölködjünk, azért jött, hogy ne halljunk meg. Az ördög pedig le akar ölni bennünket. Ő azért jött, hogy pusztítson, hogy ő jön, és hogy tönkre tegyen, ellopja a dolgainkat, az örömünket. És ebben a helyzetben azt mondja Jézus, hogy én vagyok az ajtó. Tehát az ajtó az egy olyan funkciót szolgál, ami meggátolja a be- és a kimenetet. Tehát a Jézus meg akarja gátolni azt, hogy te kimenjél akkor, amikor ő nem megy elől. Meg akarja gátolni azt, hogy te mozduljál akkor, amikor ő nem mozdul. Mert hogyha te akkor mész, amikor ő nem megy, akkor egyedül mész, és nem a nyájjal, és nem a pásztorral, és akkor kiszolgáltatott helyzetbe kerülsz. Nagyon sok hívőt nem a Szent Szellem vezet, ugye a Szent Szellem vezetéséről volt szó a múltkori alkalmon, ugyanezek igék kapcsán, tehát ezt most nem akarom jobban kifejteni, de mikor nem a Szent Szellem indít téged, hanem emberi buzgóság, elvárások, tanítások, a testnek az indulata, akkor magányosságba kerülsz bele, kiszolgáltatottságba kerülsz bele. Nagyon sok hívő ekkor megsérül, mert azt mondta, hogy hát de én az Úrért tettem. Lehet, hogy az Úrért tetted, de nem az Úr szelleme által. Lehet, hogy az Úrért mentél dolgokba, de nem az Úr indított. Lehet, hogy az Úrért tettél cselekedeteket, de nem előre elkészített jó cselekedetekbe léptél bele, ezért elfáradtál, ezért belefáradtál, ezért elment a kedved az egésztől. És azt mondja Jézus, hogy én ajtó vagyok. Én mikor megnyílok, akkor kimegyünk. Amikor bezárodok, akkor nem mozdulunk. Meg kell tanulnod nem mozdulni. Meg kell tanulnod az ajtón keresztül kijárni és bejárni. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Az életed minden napján lehet ezt gyakorolni, hogy kimenni és bejönni. Bemenni abban a lehetőségben, amit Isten teremtett, és kijönni abból az állapotból, amiből az Úr ki akar hozni téged. Kinyitja az ajtót és azt mondja, gyere haza, gyere ki abból az állapotból, és bemész az akolba, és bemész a pásztorhoz. És
Jézus, amikor ajtónak mutatja be magát, akkor igenis ezt komolyan gondolja, hogy őnek egy ajtó szerepe kell, hogy legyen az életünkben. Természetesen ez nagyon egyszerű egyébként, nem bonyolult, nem ilyen körmönfont dolog, hanem egyszerűen figyelj, de azt mondja, szüntelen imádkozatok, nem kell semmit se tenni, csak azt, Uram, hogyha te akarod, hogy ide belépjek, hogy ebben részt vegyek, hogy itt csináljak valamit, akkor nyisd meg az ajtót. Nyisd meg az ajtót, valahogy indítsál dolgokba, valahogy érezzem meg. Figyeljetek ide, a vezetésre rá kell hangolódnunk, és amikor az Isten egyszer csak megy, és csinálja, akkor te bátor leszel, erős leszel, legyőzhetetlen leszel, megverhetetlen leszel. Az Úrral átmész mindenen, képzeld el. De a saját erőd tényleg kevés hozzá, az nem lehet azzal, hogy te álljál neki és csináljad, mert nem fogod tudni. És nagyon sok időnket és energiánkat pazaroltuk arra, hogy nekiálltuk és csináltuk, de nem kell. Az Isten, amikor átenged téged, akkor ő veled van. Na most a következő dolog azt mondja, tehát most, hogy életed legyen, hogy bővölködjél, gyümölcseiről ismeritek meg a fákat, ugye itt végig Jézus a gyümölcsről beszél a farizeusoknak, azt mondja, hogy figyeljetek ide, amiket tettem, azok a gyümölcsök, azokra figyeljetek oda, az bizonyságot tesz én rólam, hogy én Isten fia vagyok. A te életedben a gyümölcsök bizonyságot tesznek arról, hogy jó helyen jársz-e. Nem lehet az, hogy te keresztény vagy, és tele vagy keserűséggel, tele vagy hitetlenséggel, tele vagy csalódással, tele vagy olyan dolgokkal, ami frusztrál téged. És nem azért nem lehetsz, mert egyébként most te rossz vagy, hanem azért, mert ez a gyümölcs azt jelzi, hogy nem jó úton vagy. Azt jelzi, hogy nem jó döntésekben vagy benne. Azt jelzi, hogy nem jól gondolkodsz. Azt jelzi, hogy valami nem jó az életedben, ami ezt a gyümölcsöt termi. És nem az a probléma, hogy rossz gyümölcsöt teremsz, hanem az a probléma, nem állsz meg, és nem mondod azt, hogy ez nem jó. Ez nem jó. Amikor rá lesz a mérlegre, és 128 kiló vagy, és nem mondod azt, hogy ez nem jó, akkor baj van veled. Mert az agyad fölfogta, hogy bajba kerültél, de valami azt súgja neked, hogy zabáljál még egy kicsit. De nem kéne. És Isten akar segíteni neked, hogy ne egyél annyit. De most nem erről prédikálok, csak mondom a példát. Ilyen egyszerű, ez a testnek a gyakorlása, ez csak a testnek a gyakorlása. Én most reggelente 6 kilométert futok már, 3-mal kezdtem, és most 6 kilométert. Könnyen én futom le a 6 kilométert. Tudjátok, mit csináltam? Azt mondtam, Istenem, én nem akarok meghalni, én nem akarok kórházba kerülni, én nem akarok az orvosok kezébe kerülni. Ugye a Mária ápolása alatt annyi stressz és annyi nehézség ért, és annyit sírtam, és annyi mindenben voltam benne, hogy akartam az Úr felé menni, de már a testem le volt bénulva. És akkor láttam, hogy a testemet rendbe kell hoznom, mert bajba vagyok. Bajba vagyok, és én is meg fogok halni. És amikor elkezdtem ezt az egészet, és most nem akarok erősen sokat beszélni, akkor képzeljétek el, hogy elkezdtem reggelenként imádkozni. Futás közben, futás alatt, futás előtt, után. Elkezdett a testem, a lelkem egy szinkronba jönni az Istennel. És jól voltam egész nap. A körülményektől függetlenül. Erről már sokat beszéltem. És Isten azt akarja, hogy jól legyél. De amikor a gyümölcsök azt mutatják, hogy baj van az életedben, rosszat teremsz, egyre idegesebb vagy, egyre feszültebb vagy, egyre jobban elszakad a cérnát, akkor álljál meg, testvérem, mert rossz az a dolog, amiben benne vagy. Álljál meg! Nincsen semmi baj, csak álljál meg! Fogyjál le! Mert különben az ízületeid tönkre mennek, meg a vérnyomásod tönkre megy. És most szellemileg is igaz ez. Álljál meg! Hagyd abba, mert a lelked tönkre megy, hogyha nem azt látod, amit Isten tett érted. Ha nem azt vallod meg, amit Isten gondol rólad. Hogyha nem azt hiszed, amit Isten hisz rólad. Álljál meg! Mert a gyümölcsök jelzik azt, hogy jó felé mész, hogy hosszú tűrő vagy-e, hogy tele vagy-e örömmel, hogy békességes vagy-e, hogy jó veled lenni, mert egy felüdülés az embereknek. Álljál meg, ha nem ez történik. És figyeljetek ide, ugye egy Jézus mondja, hogy mondjatok egy dolgot, ami probléma az életemben, amiket én teremtem az atyától,
És hogyha van ilyen dolog, akkor kövezzetek meg. De ha nincs ilyen dolog, akkor miért akartok megkövezni? Figyelj, de az életed gyümölcsöt terem minden nap. Álljál meg, tegyél vizsgálatot, hogy mi teremte azt a gyümölcsöt. Hogy jutottál oda? És most ezt a táplálkozást ezt csak példának mondom, tehát nem ez a legfontosabb, ez a tested gyakorlása, ez nem visz a mennybe, meg nem visz a pokolba, ez csak az, hogy egy kicsit jobban érzed magad a bőrödbe. De igazából szellemileg ez ugyanilyen, hogy bizonyos dolgokat eszel, meg vallasz, gondolsz, és ez bizonyos dolgokat elindít az életedben, és olyanná leszel, ugye azzá leszel, amit eszel, szellemileg is így van. És amikor a kegyelemről prédikálunk, nem azért prédikáljuk a kegyelmet, mert ez egy ilyen szép evangélium, hanem a kegyelmet azért prédikáljuk, hogy ezt egyed, hogy ezt táplálkozzál, hogy ez nőjön fel benned, hogy erősödjön meg benned, hogy végre ne kárhoztasd már magad. Még egy nagyon érdekes dolog a tékozló fiúval kapcsolatban, Kemény Gábor írt egy SMS-t, hogy már régen beszéltem a tékozló fiúval. Nem írtál? Na akkor most írjál gyorsan, hogy nekem. Tékozló fiúval kapcsolatban nagyon sok üzenetet mondtunk már, de egy kicsit gondoljunk bele az egész történetbe. Az egész történetbe az a lényeg, hogy a kisebbik fiú hazajön, és ő azt gondolja, hogy nem vagyok méltó, hogy fiú legyen. A nagyobbik fiú pedig nem akar bemenni a házba, ahova a kisebbik fiút beengedték, és visszafogadták, és örülnek. És ebben az egész történetben meg van világítva egy kicsit a bűn fogalma. Ugye? Az egyház azt tanította, hogy az a bűn, amit a kisebbik fiú végzett, ami természetesen bűn. Paráznákkal fölletetni a vagyont, és tivornyázni, és kicsapongva élni, és tékozolni. Természetesen ez bűn. És az egyház azt tanította, hogy az erkölcsiség, az erkölcsös élet, az gyakorlatilag egy kívánatos, és az nem, akkor nem vagy bűnös. De ez a példabeszéd megmutatja nektek, hogy maga az erkölcsös élet nem elég, mert az erkölcsös élet sem visz be a mennybe. Ez az, amivel a Kovács Kacsi is beszél, hogy nem a te erőlködésed, mert az nem visz be. Mi volt a nagyobbik fiúval a probléma? Nem az, hogy erkölcsös életet élt, hanem az, hogy az atya, amikor szólt neki, nem hallotta meg. Vagy ha meg is hallotta, nem engedte be a szívébe. Nem engedte meg azt a gondolkozás menetet, hogy eluralja, ami az atya. És az atya gondolkozás menete az irgalom volt, és a kegyelem volt. És ezt nem akarta meghallani, mert az ő erkölcsösségébe, és az ő keménységébe, és az ő odaszántságába nem akarta meghallani, hogy mi az, hogy hazajön, és csak úgy bejöhet. Mi az? És ez nagyobb bűn volt, képzeljétek el, mint a paráznakkal való evés, és a tékozlás, és a tivornyázás. Ez nagyobb bűn volt, ugyanis ez a keménység, és ez a jóság, ez elválasztott őt az Istentől, jobban, mint a tékozló fiút, a bűnei az Istentől. És ez a probléma az egyházzal is, hogy jóra gondolja magát, és nem akarja azt a kegyelmet gyakorolni, amit Isten kimondott. Nem akar abba járni. Túl könnyűnek találja. Azt mondja, akkor majd mindenki bűnözhet. Akkor mindenki azt csinálhat, amit akar. Pedig az Istennek ez az eredeti akarata, hogy kegyelembe járjunk. És képzeljétek el, hogy ez volt a probléma, és ez a legnagyobb bűn lett ebbe az egész szituációba. Hogy nem megy be azt, hogy a te fiad, mit akarsz te, tékozó fiú hazajön, hogy lehet ez? Most megint majd elvisz egy csomó lóvét, aztán, hogyha nem változott le, ide jönnek a gondolatok, az okosságok, és igen, de az atya azt mondja, fia, és átölelem, és azt mondja, gyere be, és levágatom a hizlatukot, és bízok benne, és hiszek benne, és odadom neki mindenemet, újra. Ez az atya akarata. Ez az evangélium. Ez az evangélium, amit valahogy nem akartunk megérteni. De ez az Isten akarata, lehet okoskodni, kint lehet maradni, de az Isten akarja, hogy gyere be. A kisebbik fiúnak is más volt az elképzelése, mert a kisebbik fiúnak az elképzelése az volt, hogy ő szolgának megy haza. Eszébe se jutott, hogy fiúnak. Tehát nem igaz az, hogy ő most fiúnak hazajön, és újra kikéri a részt, ugye, amit szoktak mondani, és majd utána. Nem, ő szolgának akar hazamenni,
meg akarta fizetni a dolgokat, igenis becsület, rájött arra, hogy milyen gazember volt, és igazából nem vagyok méltó, mondja, hogy a fiadnak nevez. És ezzel a szándékkal az atya azt mondja, nem fiam, te az én fiam vagy, te nem szolga vagy, te bejössz a házamba, rád adom a ruhát, gyűrűt hozok az ujjadra, és én elfelejtek minden bűnödet, és én nem rovom fel a te gyengeségeidet, hanem átülelek, mert ez az én szándékom, hogy te otthon legyél velem. Mindig is ezt akartam, hogy velem legyél. Mindig is azt akartam, hogy itthon legyél. Mindig is azt akartam, hogy együtt legyünk. Ahogy az atyával egy a fiú, és a fiúval egy az atya és a Szent Szellem, úgy akarja, hogy mi egyek legyünk. Egymással is, meg ővele is. Ez az Istennek a tökéletes akarata, ez a teljesség. Ez az, ami megtörténik egy férfi és egy nő között is, ugye az Efezus levélben, Máté esküvőjére is, ahogy megint elolvastam az Efezus levél, ahogy a férfi elhagyja apját, anyját, és lesznek ketten egy testé, ugyanúgy van a Krisztussal is, hogy egyszerűen egyé válik velük, és ez egy szerelem. Ez egy összefonódás az Istennel. Tehát amikor a kisebbik fiú ezt meghallja és megérti, ő megalázza magát, ahhoz is alázat kellett, hogy szutykosan, mocskosan, nyomorultul újra bemenjen a házba. Fölöltöztetni, hagyja magát és gyűrűt az ujjára, ez nem volt könnyű. A kegyelmet elfogadni nem olyan egyszerű és nem könnyű, higgyétek el. Ez alázat kell. Sokszor szoktam mondani, amikor valakinek adok valamit, hogy és nem akarja elfogadni, hogy mondom, figyelj ide, nem tudod elfogadni? Hát, hogyha nem tudod elfogadni, akkor adni se tudsz igazán. Mert aki igazán tud adni, az igazán tud elfogadni is. És ez így van. A kereszténység az egy igazi elfogadásból is szól, nem csak adásról, egy igazi adásról és egy igazi elfogadásról. Igazán adta Isten a fiát, és mi igazán el kell, hogy fogadjuk. Így, hogy köszönöm, Uram. És azt mondja az ige, én vagyok a jó pásztor, ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amiképpen ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és életemet adom a jókért. Ugye a János 17-ben mondja az evangélium, majd azt oda is el fogunk jutni, még egy kis idő, János 17, hogy 21, hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek, mi bennünk. Hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Tehát az Istennek ez a főpap imájában az ima, hogy sokszor mondtuk ezt, de ez a eredeti elképzelése, hogy bevonjon bennünket az isteni természetbe, hogy bevonjon bennünket az atyai házba, hogy bevonjon bennünket az ő örömébe, hogy mulassunk, a hizlaltulgok le lett tölve, ez Jézus Krisztust jelképezi, nem mehetett csak úgy simán haza, a hizlaltulgoknak ez áldozatra volt tartva. Le lett tölve, és igazából tudjátok, hogy az áldozatnál mindig nem azt nézték, akiért az áldozatot hozták, hanem mindig az áldozat hibátlanságát nézték. Ezért az úrvacsorán ugye nem azt kell nézni, hogy te neked milyen bűneid vannak, hanem hogy a hibátlan bárány megáldoztatott, ezt elfogadod, elkülöníted a sima étkezéstől az úrvacsorát, és hittel veszed, a bűnösöknek jött az úrvacsora, és azoknak, akik bajba vannak. És a bárány megáldoztatott, és ezért a fiú bemehetett a házba. És ezért a nagyobbik fiúnak is ezt kellett volna elfogadni, semmi több. De amikor ezt látjuk, hogy azt mondja, én vagyok a jó pásztor, ugye az előbb az ajtó, aztán a jó pásztor. Ugye mindenkinek eszébe jut a jó pásztor, nagyon csodálatos ige, a Zsoltárok 23. A Zsoltárok 23, csak azért akarom egy kicsit elolvasni, mert jaj, Isten. Itt van. Dávid Zsoltár az. Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekre terelget engem. Lelkemet megvidámítja, az igazság ösvényén vezet engem, az ő nevéért. Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. A te vesződ és botod, azok vigasztalnak engem. Asztalt telítesz nékem az én ellenségeim előtt, elárasztott fejem olajjal csordultig van poharam.
bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az Úr házában lakozom hosszú ideig. Tehát azt mondja, hogy kegyelmed és jóságod követ engem minden napján, tehát ezzel fejezi be, de ez az egész csodálatos kép azt mondja, hogy egy olyan pásztorunk van, aki füves legelőkön nyugtat bennünket, és csendes vizekhez terelget bennünket, és megvidámítja a szívünket, az igazság ösvényén vezet. Ez az igazság ösvényén vezet, ezt úgy is lehet fordítani, hogy a megigazultság ösvényén vezet, hogy igaz vagy Krisztusban. És nem csak vezet, hanem kijelenti. Tehát ez a mi pásztorunk. Figyelj ide! Az nem lehet, hogyha Jézussal jársz, akkor éhezel. Az nem lehet, hogyha Jézussal jársz, akkor szomjazol. Azt mondja, gyertek hozzám, és adok nektek vizet ingyen. Gyertek, mert én vagyok az élet kenyere. Az atyáitok a pusztát tették a mannából, de az én testem valóban étel. Az én vérem valóban ital. Ezek szellemi dolgok, amiről beszélek. De igazából az ember szellemi lény. Ott veszti el az ember az identitását, amikor az ember azt gondolja, hogy testi lény. A világban ezért nem boldogok az emberek, mert meg akarják maguknak szerezni, amit a testük kíván, vagy a lelkük, de igazából nem lesznek boldogok. Hát ugye ezek a nagy sztároknak a sztoriai erről szólnak. Én sajnálom őket, mert őszintén azt gondolják, hogy eljutnak egy olyan csúcsig, hogy boldogok lesznek. És nézd meg, hogy boldogtalanok. Tényleg boldogtalanok. Hát a boldogság ráta, csinálnak ilyen, hogy hol vannak a legboldogabbak. Butánban vannak a legboldogabbak. Nem a nagyon Bután vannak, hanem Butánban. Ez egy ilyen, talán Indiában vagy valahol. Nepál. Himalája. Butánban. Van nekik egy királyuk, és nagyon boldogok. Nagyon szegények, egyszerűek és boldogok. Miért boldogok? Mert nagyon büszkék arra, hogy nekik egy szép országuk van, van egy jó királyuk, és ebben ők teljesen rendben vannak, és testileg a butánia a legboldogabbak. Most csak a testi vonalat veszem. Tehát igazából a testi vonalon való elindulás az embert nem teszi boldoggá, de a szellemi dolgokból való forrásozás boldoggá tud tenni téged. Nem véletlenül ezek a nyomorultak az Elvis Presleytől elkezdve a Whitney Houston, ezek hívő emberek voltak egyébként, úgy indultak. A Whitney Houston is baptista kórusban énekel talán. De ezek az emberek elindultak azon, hogy a testük megkap mindent, és miután megkapott mindent a testük, nem volt elég, mert a testeknek semmi nem elég. Nem elég a lakás, még nagyobb lakás kell, nem elég a luxus, még nagyobb luxus, nem elég a kocsi, még jobb kocsi kell, nem elég az út, még messzebbre kell menni. Most már az igazán gazdagok, azok most már a Holdra akarnak menni. És valami, nem tudom, $1 milliárd, vagy nem is tudom, valami eszméletlen összeget fizetnek, hogy ők a Holdra mehessenek, kirándulhassanak. De nem boldogok közben. Meglátják a Holdat, ki is szállnak rá, de nem lesznek boldogok. Ugyanis a boldogság Jézusnál van, az Istennél van, az eredeti forrásnál van, mindaddig, amíg nem kapcsolódunk erre a forrásra, boldogtalanok vagyunk, ugyanis a probléma gyökere az, hogy szellemi lény vagy elsősorban, nem testi. És mivel, hogy nem a tested kielégítése fogja hozni a boldogságot, hanem a szellemed kielégítése fogja hozni a lelked és a tested boldogságát, ezért Jézus mondja, hogy figyelj ide, hát én vagyok a jó pásztor, aki meg akarom neked mutatni, pásztorolni akarlak téged, hogy te szellemi lény vagy elsősorban. A Szent Szellemmel akarlak betölteni téged. Akarom, hogy szellemi ember legyél. Újjászültelek téged, hogy új teremtés vagy. Ezek mind szellemi dolgok, amiről beszélek. Ezek nem testi dolgok. Ez a test számára bolondság. Nézd meg Jézusról, mit mondtak? Azt mondták, hogy ördög van benne és bolond. A világ azt mondja neked, hogy bolond vagy. Sőt, a saját tested is azt mondja, hogy bolondság. Nem baj, hogyha ilyet gondolsz magadról. Még mindig jobb, mint hogyha a szomszédod gondolja. Tehát egyszerűen azt mondja, hogy ez a fajta szemlélet,
hogy én elsősorban szellemi lény vagyok, ez okozza azt, hogy megfordul, meg kell, hogy forduljon a trend, és amikor engeded, hogy Jézus ajtóként szerepeljen, Jézus jó pásztorként szerepeljen, akkor ő az ellenségeit előtt asztalt terítette neked. Én soha nem felejtem el, amikor Lantos Gyuri prédikált erről a 23. Zsoltárról, igen, akkor úgy megérintette a Szent Szellem, mert akkor is valami nagyon nagy nehézségben volt, ha már nem tudom miben, talán a Mátéval való harc, vagy nem a Mátéval, hanem a betegségével, de a Mátéval is harcoltam, legalább annyit, mint a betegségével, tehát most már nem baj, most már más harcol vele. Köszönöm szépen! Máté, ezért imádkoztunk, hogy harcoljon már más is. Te most már mi csak támogatunk, te fél vagy, nem a fiam, tudod? Mint fél pozícióban támogatunk. Na, hogy érzed magad? Egyre jobban. Már nem elsősorban a fiam vagy, hanem elsősorban fél vagy. Na, mit szólsz hozzá? Ezt prédikáltam. Úgy, hogy most harcoljon veled más. A feleséged. Igen, hát ez egy, az apáknak ez egy fantasztikus felszabadulás, hogy végre támogathatja az ifjú párt. Ez az összes dolgom. Ez az összes dolgom. Hát ez egy nagy dolog, ám gyerekek. Már nem elsősorban a fiam, hanem elsősorban a Mónika férje. Úgyhogy én úgy nézek rá, mint a Mónika férjére. Halleluja! Szép az élet! Szép az élet! Jó volt a lakodalom! Fantasztikus jó volt! Komolyan mondom! Nem? Hát nagyon jó volt! Nagyon jó volt! Igen. Nagyon jó volt! Azt mondja, hogy a jó pásztor, igen, azt mondja, amiként ismered, hogy az ismeretről van szó, és az ismeret, képzeld el, hogy ez az ismeret, azt mondja, amiképpen ismer engem az Atya, és én is ismerem az Atyát, és életem adom a juhokért, és az előbb olvastam, hogy ahogy én, te benned, stb. Ez az ismeret, ez nem csak olyan ismerést jelent, hogy, hogy ismerem a Nagy Ferit, hanem ez az ismerés, ez egy teljes megismerés, mint amikor ismerte, ismerte a Ádám az ő feleségét, és akkor szült gyereket. Tehát ez az ismeretet jelent, ez a teljes belsőséges, teljes odaadás, teljes egyéválás, hogy a férfi és a nő egyé válik, ezt az ismeret. Ezért mondja, hogy már ketten egy test. Nem kettő, hanem egy. Ezért az Isten, azt mondja Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk, amikor köveket ragadnak. Mert egy olyan ismerete van, nem ismeri az Atyát, hanem benne van az Atyában, és az Atya ő benne. A megismerésben olyan teljesen egyé váltak, hogy teljesen egyek. Ez az ismeretről beszél itt a Biblia. Tehát egyszerűen, amikor azt mondja, hogy az Atya ismer engem, és a pásztor azt akarja, hogy mi is benne legyünk ebben a megismerésben, benne legyünk ebben az isteni mi voltban. Utána a következő, más juhaim is vannak nékem, amelyek nem ebből az akkorból valók, erről szeretnék egy-két gondolatot mondani, és azt mondja, hogy őket is kivezetem, elő kell hoznom, és hallgatnak majd az én szómra, és lészen egy akkor és egy pásztor. Természetesen ennek nagyon sok betülete van ennek az igének, de egyben biztos vagyok, hogy az embereknek, a keresztény testvéreinknek ki kell jönni a saját akol szellemiségükből. Teljesen ki kell jönni, és ez nem azt jelenti, hogy hagyják el a saját gyülekezetüket, hogy hagyják ott a XYZ lelkipásztort, hanem hogy ki kell jönni abból a fajta akkor gondolkozásból, ami bizonyos fokig ahhoz köti őket, hogy én ez vagyok, én az vagyok, én református vagyok, én katolikus vagyok, én hídgyűlis vagyok, én meg automatikus vagyok, szóval automata. Nem automata, autonóm. Autonóm vagyok. Igen, ez nem határoz már meg. Én az Istennek a... Ki hozott az Isten engem ebből? Tehát neked nem kell, hogy meghatározza az identitásodat a gyülekezet.
hanem az Isten kell, hogy meghatározza, és a gyülekezet pedig azt kell, hogy szolgálja, hogy az Istenhez tartozol. A gyülekezet azt kell, hogy szolgálja, hogy az Istennek a hangját halljad. A gyülekezet azt kell, hogy szolgálja, hogy te füves legelőre kerülj Jézus által. Hogy kijárjál, hogy bejárjál. A gyülekezet nem azért van, hogy bezárjon és szalmát zabáljál szárazon, hanem hogy friss füvet. Friss füvet. És friss vizet igaz. Na jó van, ne friss füvet legyél, hanem szívjál. Ugye persze, erre gondoltam. Na nem, mert a rossz, aki rosszra gondol, én nem erre gondoltam. Bogár, te gondoltál a füle? Sajnos te voltál. Úr megbocsátott a bűnödet. Megizzadtál. Megy és többet ne védkezzél. Nem fog vége. Látod már, te már okos vagy, te már itt vagy föl. Azt mondja, nem fog védkezni. Nagyon helyes, Bogár. A végén pomázon fog állni majd egy szobor Bogár Péter, érted? De mire mész te akkor már azzal, érted? Semmire. De most kéne, hogy állítsák. Legalább most büszke lehetnél rá. És át is nevezhetnék pomász, bobászra, vagy valami erre. Bogár házára. Most úgyis átneveznek mindent, legyen pomász bogárháza. Na, mit szólsz hozzá? Jó, jobb, mint a pomázak. Pomázak nincs értelme, a bogárházának meg van értelme. Nagyon is sok. Na, figyelj ide, azt mondja, hogy más juhaim vannak, és én ebben úgy gondolom, hogy benne van még az is a pakliba, hogy más élőlények is vannak, más földön kívüli élet is van. Én ezt így gondolom, de valamilyen szinten benne van ez is, hogy máshonnan is valamit előhoz Isten, és egy leszünk, de a vége mindig is az egység, mindig az együttlét, mindig a teljes beteljesülés. Tehát ezt az igét sokfajtaképpen lehet értelmezni, de egy biztos, hogy ki kell jönni az elkülönülésből, és ki vezet bennünket. Igen, még egy gondolat, még egy, pont 6 óra. Nincs több gondolat, uram. 6 órakor elmegy a Szent Szellem. A Szent Szellem még olyan prédikálja. Hát de elmegy. 6 órakor elmegy, lejár a mandátuma és elmegy. Hát a fizetést a 6 óráig kapja. Hát ne. Hát pont 6 óra van és elmegy, tehát most mit csinálja? Még azt az a fejterés. Mert igen? Asztal terít. Ja, tényleg azt elkezdtem, igen. Na. Szent Szellem visszajött a Kontai Zsuzsikán keresztül, köszönjük arra. Tehát amikor a Lantos prédikálta ezt nekem, és az Úr prédikálta rajta keresztül, akkor éppen egy nehézségben voltam, és akkor megértettem, hogy a legnagyobb nehézségben is asztalt terít nekem az Úr. Tehát ez mit jelent? Figyelj, mit jelent ez? Hogy amikor nehézségben vagy, akkor általában nem tudsz enni, akkor rosszul vagy, akkor nem tudod jól érezni magad. Ez pedig azt mondja, asztalt terítek, oda leülsz, nézed a sok ellenséget és kajász. Fantasztikus ám ez. Maga, és meghízol, de hogy is hízol. Salátát eszel hallal. Az ellenséget meg egyik a fehér lisztet. Na de ezt vagyok. Tehát, amikor asztalt terítek az ellenségeid előtt, ez azt jelenti, hogy jól tart téged a külső nehézségek közepette. Te nem a politikai élettől függsz, nem a különböző hatalmaknak a villogásától függsz, nem attól függsz, érted, hogy most sikeres lett a projekted, vagy nem lett sikeres, hogy egyszerűen bemész, és ez a szombat egyébként, amiről már annyit beszéltünk, amikor asztal van terítve a nyugodalomban, mert el van végezve a győzelem. És ez egy nagyon jó érzés, képzeljétek el, hogy jól lehetsz akkor is, hogyha rosszul mennek a dolgok. Jól lehetsz akkor is, hogyha nem úgy jöttek össze, ahogy te elképzelted, vagy ahogy. Jól lehetsz akkor is, hogyha szorongatnak téged, ha bántanak téged, hogyha ellened vannak, hogyha úgy érzed, hogy most minden elfogyott, mindenki elhagyott, mindenki ellened van, jól lehetsz. Az Isten azt akar teríteni neked ezek között, a körülmények között, és azt akar, hogy ünnepeljék, mert megvan a győzelem. Amen. Testvéreim, a jövő alkalommal, gyere Lacikám, a jövő alkalommal ne gyertek ide.
Az Adria utca 24-ben. Az itt van nem messze. Ja. Múltkor már kérdezte akkor ezt, hogy Pintér Béla koncert lesz. A jegyek itt vannak, mondjuk Feri fogja árulni. Nem, de... Nincs itt a mondjuk, hogy én árulom. Mondjuk, jegyeket lehet vásárolni. Mennyiért? 2000-től 4000-ig. Jó, tehát kongresszusi központban lesz, mint érvél, hát mikor is? 26. Április 2014. április 26. 19 óra. Igen, akkor a betűben ki van írva, hogy még így is látom már, de én az apró betűt olvastam, ami ott a bank botrányban mindig az apró betűt olvasom, érted? Először az apró betűt, de amire a végére jutok, addig leszáll az én, semmit nem tudok aláírni. Na, tehát akkor a Béla jegyeket 2000-4000 forintig a Laci fogja árulni. A táborba való jelentkezést is a Laci intézi, gyertek el, Balatonkenesén leszünk, nagyon szép helyen, közvetlenül a parton, tehát nagyon szép a part. És jó a hely, tehát a legjobb rész, ez egy 1000 fős tábor. De mi a 200 főt lefoglaltuk, a belső legjobb részt, a kőházat, meg a családos részt, stb. Tehát úgy néz ki, hogy nagyobb ágyak lesznek, mint amik voltak Györökön, és közvetlenül a part közel, és a terem, ahol összejövünk is, sokkal jobb állapotú lesz, úgyhogy Györökhöz képest Kenese a félúton van szinte, tehát 100 kilométer, és lehet hozni barátokat, ismerősöket, 29.200 vagy 400 forint a belépő, az egy 30.000, így van, ebben benn van a háromszori étkezés, a szállás és a strand, tehát nagyjából ennyi. Kezdjétek el egy picit, mit tudom én? Nem kell vissza. Nincs megszorítás. Kezdjétek el befizetni, erősítsük meg a jelentkezést egy 5000-esre legalább. Jó? Úgyhogy szeretettel várunk benneteket, és mondom, mások is jöhetnek, tehát ez egy bővíthető, tehát bármennyien jöhetünk, de a 200 fő az le van foglalva, az akkor is ki kell fizetni, hogyha nem jöttök, tehát én ott leszek 200-adiknak. Jó? Tehát, és az időpontja július utolsó hete, ami átnyúlik augusztusra. Augusztus 2-3, valahogy itt van vége, vagy 3-4, nem tudom. Tehát a július utolsó hete, hétfővel kezdődő hét, jó? Úgyhogy gyertek a táborba. Nagyon jó táborunk lesz, mindig is jó táborunk volt, és nagyon jó táborunk lesz. Aztán most más nem kell ki a Bibliaiskolára. Szeretettel várjuk azokat, akik akarnak jönni. Ha nem akarnak, akkor is jöhetnek.